Adja Isten, hogy minél többen elmondhassák ezt. Az evangélium. Első olvasmányt ismerjük. A beteget izolálja. A második, az evangélium egy egészen más viszonyt mond ki a betegtől, a betegséghez. Ez a beteget ecseteli Márk. Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Aztán jön a Jézus kép. Egy ember hite. Az ember eltér a zsidó hagyományoktól. Most nem kiabálja, hogy tisztátalan, tisztátalan, és nem kívülről, messziről nézi a tömeget, de szívesen vonulnék én is veletek, hanem oda megy Jézushoz. Mélységes hittel és bűnbánattal. Leborult Jézus előtt. Testvérek, bárkinek bármilyen múltja lehet, ez a kereszténységnek a lényege, amit ez a leprás kifejez. Leborult Jézus előtt bűnbánattal, és hit Jézusban. Ha akarsz, meggyógyíthatsz engem. Ezt mindegyikünk megteheti. Aztán Jézusnak az alakja. Hogy viszonyul ő ez a lepráshoz? Megesett rajta a szíve, és Jézus is tilosba jár, kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Ami szép ebben a szakaszban, hogy Márk összeszerkeszti. Itt megjelenik Jézus, aki fölötte áll a törvénynek. És jön a következő szakasz. Ez a Jézus, aki fölötte áll a törvénynek, alávetettje a törvénynek. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj senkinek sem, menj, mutasd meg magad a papnak, és a tisztulásit mutasd be az áldozatot, ahogy Mózes rendelte. Van valami elegancia ebben. Jézus fölötte áll a törvénynek, és alávetetje a törvénynek. Mutasd meg magad a papnak, mutasd be Mózestől előírt áldozatot. Ez Jézus, és ez kéne legyünk mi is. Vannak helyzetek, amikor nem lehet spekulálni, cselekedni kell. És talán éppen nem tudom a törvényt emiatt teljesíteni. De ettől még nem rugom föl a törvényt. Nem szokom meg, hogy televízión köröztül nézem a misét, vagy különböző internet állomásokon. Nem olyan egyszerű dolog ez. El tudunk kényelmesedni, föléje tesszük magunkat a törvénynek, vannak bizonyos foglalkozások, olyan könnyen úgy érzik, hogy ő rájuk nem vonatkoznak az erkölcsi törvények. Jézus az Isten fia, fölötte van a törvénynek, megérinti a leprást, tisztulj meg, és alávetetje a törvénynek. Ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy beteljesítse. Ami nagyon szép és nagyon mély üzenet ez.
Aztán itt is itt van, hogy a jó Jézusunk hiába mondta szegény leprásnak, hát azt hiszem, hogy mi is hasonlóan tennénk, hogyha ilyen gyógyulás történne velünk, nem tudnánk befogni a szánkat. Ugye hát a leprás is, én nagyon megértem őt, nem tudta befogni a száját, tehát Jézusnak menekülnie kellett egy magányos helyre. Vigyük magunk ezt a Jézus képet. Még valamit, az izolált emberrel mit kezdjünk? Ez egy nagyon izgalmas és nehéz kérdés. Múltkor is idéztük már ezt a képet, aki öreg néni, aki felső szomszédjával nem tudott kommunikálni, és napraforgót ültetett, ami az felső szomszéd ablakának nyílott már, olyan nagy lett, és a nagynéni lejött, a felső néni lejött megköszönni az alsó szomszédnak, hogy neki nyílik a napraforgó. Hát valahogy, hogy Jézus kilépett az izoláltságból, az izolált ember fele, úgy nekünk is lehet a környezetünkben ember, akit próbáltunk ugyanígy megszólítani. Amen.